dupla jubileumot ünnepeltek szombaton a Mercedes-Benz gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémián. A fiatal kosarasok a 10. szezonra készülnek, az idősebb sportolók és sportvezetők pedig az 1972-es kecskeméti olimpiai lángfutásra emlékeztek. A hazai távhőszektor jelenlegi legnagyobb beruházása zajlik Kecskeméten. A Széchenyi távvezeték kivitelezési munkái miatt előre láthatóan október elejéig lezárták a parkoló egy részét a megyei kórháznál. Szombaton rendezték meg a már hagyománnyá vált szelei falusi vigasságot a Melinda Parkban. A Kecskemét Alsó Széktóért Egyesület következő rendezvénye a 24 órás futás lesz. Családi napot rendeztek Homokbányán szombaton a városrészben lakók számára. Ugrálóvár, arcfestés és lufi hajtogatás is várta a kicsiket a Homokbánya Egyesület által szervezett programon. 20 csapat vett részt a Műkertváros napján megrendezett kakasfőző versenyen. A rendezvényt idén 10. alkalommal tartották meg. 273 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek a vád szerint egy számlagyár. A 6-tagú számlagyár 2015 áprilisától 2020 decemberéig gazdasági társaságok széles körét szolgálta ki fiktív számlákkal.